A 11. fordulót rendezik a labdarúgó NB2-ben. A Nyíregyháza kezdőcsapatában Fagyas, Nagy József, Fodor, Pejovics, Farkas, Kártik, Bakos, Kulcsár, Gyurján, Pekár és Hornyák. Az edző Lengyel Roland. A Békés Csabában Ribánszki, Zaharán, Nagy, Mezei, Mészáros, Szatmári, Gránic, Urbin, Szalai, Király és Hursán. Az edző ezúttal Makra Zsolt. És rögtön egy helyzet, és egy lövés is. Fagyas védett a második percben. Ott a fejes, és megvan a vezetőgól. Hornyák Marcell a harmadik percben megszerzi a vezetést a Nyíregyháza Spartakusznak, és Hornyák Marcell már is rohan ki a nézőkhöz, rohan ki a kispadhoz, és kapja az ölelést. Nyíregyházi szöglet. A rövid sarok felé. Pekár lőtte vissza, és megy ki a labda. Ügyes összjáték mindig a csabaiaktól, és aztán jön egy lövés, ami azonban gyenge. Ez pedig egy lövés, ami fölé száll. Gránic. Gyurján. Ez is jó. Kártik. Már ott a 16-oson belül, és szöglet lesz. Érkezik a beadás, ott a fejes! 2-0 Fodor Ferenc a gólszerző. Pekár László zseniális szöglete után a második, hát a Kártikét is odaszámoljuk, a harmadik helyzetét értékesíti a Nyíregyháza. Elég jelentős a távolság, azért ez több mint 30 méter. Pekár azért lehet, hogy kapura küldi. Igen, Ribánszki fogja. És Gyurján elmegy a bal oldalon. Próbálja meghúzni, ez az. És mehet Gyurján. Viszonylag tiszta terület előtte még mindig. Középen érkeznének többen is. Ott a kapás, nem is, ott a harmadik. Hornyák Marcell. Ez hihetetlen. Egyszerűen az emberek így felállnak, így néznek szét, néznek egymásra, és nem akarnak hinni a szemüknek. De jön a Békés Csaba, és most nem elkényelmesedni, mert jön a válasz azonnal. Jó, ez mesteri csavarás volt. Három egy. 32. perc legvége. Bakos szabadrúgás! Alig mellé! Urbin teszi le. Egy nagy lövés, újabb gól. 3-2. Szatmári a gólszerző. Egy hatalmas bombagól. Ott van a jobb oldalon, teljesen tisztán Pekár, és Pekár mehet Hornyák várnál középen. Pekár ellövi fölé! Újabb szép jelenet. Vége az első félidőnek. Zahorán teszi vissza a lövésre, ez mellé ment. Ez jó labda. Kártik. Remek kényszerítő. Érkezik a beadás, ott van Pekár, ott a negyedik! Gyönyörű játék! Gyurján Bence beadta, Pekár László belőtte. A második félidő 10. percében sakmat! Mezei. Urbin. Nagyot esik. Ez nem volt semmi. És megadja a 11-est a játékvezető. Fagyas és Urbin. Urbin lövi. 4-3. 4-3. Hát lelke rajta az asszisztensnek. Lehet menni megint. Kártik. Ez jó. Ez pedig megint 11-es. Így van! Na nézzük. Pekár. Gól! 5-3!
Bekár László kegyetlenül bevarta. 8 gól. Óriási mérkőzés. Ez a lövés elsőn a kapu fölött. Na nézzük ezt az akciót, hát ha meg lesz a hatodik. Dragoner szépen csavarja a kapufa, és ott a hatodik! Ott a hatodik, a 26. percben! Bekár László! Hát ez az a meccs, amikor minden sikerül. Egész egyszerűen ilyen nincs, de mégis van. És jöhet Pekár szabadrúgása. Jön a labda, megpattan, nagyot védett Ribánszki. Kulcsár csapott le egy labdára. Ötvös, lassan lövő helyzet. Ötvös elvállalja, Ribánszki fogja. És ez is jó, nincs les! Jaj! Kőkemény ütközés. És Gyurján lent maradt. És itt a vége. 6-3-ra győz a Nyíregyháza Spartacus a Békés Csaba ellen. És ezzel megszerzi a bajnokságban a második győzelmét. Egy nagyon-nagyon fontos győzelem.